Sziasztok! Igen, akkorát crashelt a DJI FPV drón, kimentünk Koszival a Népszigetre, és egy ilyen brutál lefele zuhanás, nem volt elég aksi, de nem lövöm le a poént. Jöjjön a videó, 2 perc, nézzétek meg, amúgy tesztelgettük, hogyan lehet átmenni helyeken, meg nyilván az A7-es árommal, kis krimi bírollal összemostuk a drónfelvételeket, meg amit az A7-es árommal csináltuk. Nézzétek meg, és írjátok meg, hogy hogy tetszik. Jöjjön! Remélem tetszett a videó. Mivel szeretek egy kis behind the scenes-t adni, ezért bejátszom még egyszer, de most a zenét nem rakom be, hanem csak a hangeffektek. Szerintem azzal is egy ilyen 2 órát játszottam. Rengeteg így úgynevezett vús, ez a ilyen hangot aláraktam, meg a drónnak a hangját, meg amikor ütközés van, egy impact hangokat. Nézzétek meg, hogy milyen maga ez a sound design, SFX angolul, ahogy mondják. Hogy tetszett? Hát igen, ugye az volt, hogy ahogy a tévét ledobták, akikkel találkoztunk, pár kisrác, gondolom ilyen általánososok voltak, úgy akarta követni a drónnal Oszi, és mert nem volt elég aksi benne, ezért nem állt meg, ahogy a throttle-t, ugye az erőt elvette, és így neki ment a földnek, de szerencsére egybe maradt, mindenki oké, minden rendben van. Ha most találkoztunk először, és tetszett a videó, akkor mindenféleképpen iratkozz fel, ugyanis
A következő hetekben legalább 5-6 ilyesmi videót fogok betenni, ahol elmondom azt, hogy hogy csinálok videót, kis behind the scenes-et is megmutatok, úgyhogy ha nem találkoztunk feliratkozásban, mellette csengő menjetek át Oszinak a csatornájára is, és remélem, hogy még találkozunk. Sziasztok!